Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Card Zone, és a mai videóban pedig elkezdjük az új karriert. Kicsit szokatlan a helyszín, de nem is ez a lényeg, hanem figyeljetek, már hogy nem lesz egyedül a dolog, hanem itt vagyunk. Mit csinálsz? Ja, hát reggeli frissítő. Uram, na, hát itt fontos átigazolások vannak. Nem volt jó illata. Nem baj. Mert hogy fontos átigazolások vannak. Azt találtuk ki, hogy közösen lesz egy karrier, nem egyedül szeretnénk nyomni. Te se otthon, én se itt, hanem akkor már videóban nyomjuk közösen. És ráadásul nem is ilyen, írtátok olyan Fradi, Liverpool, meg ilyenek, de hogy is. Tavasszal kitaláltuk, hogy ha megjelenik a következő FIFA, ami már IFC, akkor csinálunk egy saját csapatot. És egyszer te láttál egy fotót a Premier Outletben, hogy mit lehet kapni, és egy szentélyben ott vannak már a csapat által. Na nézzük akkor. Merek. A leigazolásod pillanata. Rossz? Az lesz. Ott van, na mutasd meg. Ebben a jó helyen, megmelegítve. 2 percet. Elküldtünk azért a mezre, hoppáré. A LEGO FC. A LEGO FC-s mez. Hősponzor, a LEGO. Logo. Csapat. Eredeti Adidas mez. Azaz, igen, nem valami holmi kínai vacak, és nagyon-nagyon tetszett a design, hogy itt ilyen legós, elképesztő jól néz ki. És külföldön 5 ilyen fajta mez van, úgyhogy majd, hát brutál. Úgy látjátok. Vágok majd be képeket, meg minden ezekről a mezekről, ezt tudtuk választani. A vendégmez az kicsit ilyen furi volt, ott hiányzott egy-két logó, úgyhogy az annyira nem tetszett. Ez a hazai mez, ez nagyon jól néz ki. A vendégmeszt meg majd kitaláljuk, hogy melyiket fogjuk lemásolni a külföldiek közül. És akkor de nem csak elvileg... Nem csak egy van. Van nekem is mezem. A szépbe. A szépbe? A szentély. Új! Nem, hanem ez. Olyan megrelett a mikrózás után, hogy le kellett hűteni. Ezt most le kellett hűteni. És itt is van. Úgyhogy én is le vagyok igazolva a LEGO FC-be, úgyhogy itt fogjuk ketten tolni. Már nagyon izgatottak voltunk, alig vártuk, hogy megjelenne az új játék, és most itt van, próbálunk ehhez mértem valamilyen csapatot kreálni, úgyhogy szerintem akkor mehetünk is a gép elé, nyomjuk a LEGO FC-vel. Na itt vagyunk a gép előtt, nyomjuk, végre eljött ez a pillanat is. El sem hiszem. Mióta vártam már? Annyira izgatott vagyok, annyira vártam az egészet, főleg amiket beszéltünk itt, hogy majd lesznek mindenféle vicces külön jelenetek. Szeretnénk majd, mint ami ez a bevezető volt, tudjuk kicsit cringe, de igazából ez egész az, hogy egy LEGO csapatot irányítunk. Igen, tervezünk majd ilyen interjúkat, mintha rendesen a meccs után lenne itt berendezni setupokat. Várható szerintem azért dráma is, azért olyan még nem volt se a YouTube-on, se a való életben, a történelemben, hogy két edző irányítson egy csapatot. Hát ez egész, én még külföldön sem nagyon láttam. Nem, én nem láttam még sehol, de... lehet, hogy van, de... Nem láttam, úgyhogy a legújabb frissítéseket, amik most vannak, így szeptember 27-én ezt letöltjük. Hát majd izgi lesz, amikor télen igazolgatnak, de mi még mindig a régi. Igen, mert ugye nyilván jön még majd frissítés pénteken, amikor megjelenik rendesen a játék. Igen. De nekünk, igen, még lehet, hogy van egy-kettő fura eltérés. Na, te vagy a nagy saját csapatos mester. Mert én amúgy nem is csináltam még soha ilyet. Minden FIFA-ban, ami te ott meg van. Azt nyomod, nekem ez az első ilyen. Idén nem elkezdtem, de aztán rátértem ugye egy Las Palmas-ra. Tudsz választani meglévő edzőt, de tudsz kreálni is. Egész jó, egész sok van. Ugye most a Premier League-ből... Igen, látom. Nézelődünk. Franciából csak egy van. Igen. Ó, németből is. Hát akkor itt nem lesz dárdai. Harmadosztály meg tele van, ne csináld velem. Gondolom, hogy licenc vagy valami, tudod, nem teljes. Hát spanyolnál fullos, azt hiszem. Na nézzük, van India. Indiai edző? Lehet amúgy. Mert ugye magunkat nem tudjuk megcsinálni, hiszen kit csinálunk meg. Igen, egy ilyen hibrid valami lenne ott. Tehát az úgy annyira nem jó. Valami nagyon-nagyon fura alak kéne. Valami teljesen araboknak kéne körbenézni. Emberke, portugál edzők. Aha, bácsi. Jó. Ez mondjuk elég komoly. Álváró Pacheco mester. Pacheco Cseko mester. Cseko, hát Cseko a forma egyből, Cseko. Koreai edző, az se rossz. Nézzük, ki van még Restoförnél. Hát a Fradinak nincsen képe. De itt azért... De lefrissült. Vannak, igen, legalább... Egész eddig nem ez volt. Legalább lefrissült, tudom. Igen. Ez mondjuk nem rossz. Jó, Románia. Nincs egy szaudi edző? No. Nuno Espirito Santo, akit elküldtek mindenhonnan a Premier League-ből. Vagy legyen Gerard is.
Hát őt is. Nem, jó lesz ez a Nuno Espirito Nuno Santo. Mester. Nuno Mester. Aj, jó kérdés, ez már most nehéz döntés amúgy. Jaj, és még mennyi lesz? Ja, mennyi hát a döntésekből, lesz? Hát igen. A spanyoloknál is van jó sok. Csekó, öreg mester Csekó. Úr. Papa Csekó, nézzük, ott van. Valami jó izét, outfitet nyomjunk már neki, mert ez nem túl. Nem lesz most pink. Nem lesz most pink. Nem lesz most már. De ez a bácsi is izé. Hát jó, de akkor kell egy ilyen klasszikus nadrág is neki. Hogyne. Ez olyan, mint hogy most lemenne sakkozni így a klubban hétvégén. Ez teljes mértékben sakkos klub. Ja, ezek megvannak, oké. Okay. Jó ez a pulcs is. Ez jó, ez így nagyon jó. Ez nagyon bácsisra sikeredett. Gatya kell neki. Egy jó narancsár. a kortbársony izé, barna nadrág. Jó, nagyon az jó. Az már most király. Ez a az barna nadrág. Az zseniális. Jó, egyenlőre. És ne sportcipőbe legyen. Nem. Ugye nézzük, kiegészítő nézzokni. Kitörje a lábát a cipő, szerinted? Ki kéne, hogy törje, nem? Fájjon és egy lakkozott, vagy valamilyen. A vitorlásról elszabadult a bácsi. Hát itt ahogy látom, nincsenek túl nagy frissítések. Nem. Amúgy én emiatt rettenten haragszok az ilyére, mert ugye mondtam neked is, hogy a saját csapatnál 2 éve jelent meg először a FIFA 22-ben. Ugyanazok a mezek vannak. És még mindig nem lett megoldva, hogy a Premier League meg a La Ligába a betűtípus illeszkedjen a, ugye, a ligának a szabályzatához. Azért. Igen. Ez szomorú azért, és így most, hogy megvannak ezek a mezek, így akkor pöröghet a LEGO FC mindig nagybetűvel, ahogy a LEGO is csinálja. Reméljük, hogy nem probléma nekik, hogy így nevezzük el. Igen. A csapatot. Egy jó LEGO FC-nek. Sohném. LFC? Nem LEGO, mert utána van a 3 betűs izé. Ja, hogy úgy. Aha, amúgy az LFC így lehet a Liverpool miatt? Ne úgy, hogy az a 2 short name legyen. De ja, csak 3 betű lehet. Igen. LFC az LFC, jó. Amúgy fontos tudni, hogy a La Ligába kezdjük. La Ligába szeretnénk kezdeni. Ez is érdekes elmondani, hogy miért, mert a Premier League-be toltad ezelőtt, azelőtt a Bundesligába. Német, 2 nagy ki van játszva nálam, én nem akarok már újra ezekbe. Legébben a világ második legerősebb bajnoksága. Franciában nem szeretnénk, ilyen skót, meg ilyen arab, meg ilyeneket nem. Olaszba se annyira, mert ott meg a licenszek. Engem zavarnak, hogy annyira sok a licenszek. Olasznál rettentően rossz, hogy Roma FC, meg Bergamo, meg Látium. Úgyhogy maradunk a spanyolnál akkor. De lehet India is. Itt és van első spanyol, osztály. És első osztály lesz. Figyelj, lehet, Hypermotion a B osztály. Ennyire befizette magát az IE a La Ligába, ekkor a szoros az együttműködés. Hogy az mondjuk nagyon komoly. Mi a harmad osztály? La Liga? Hát azt nem tudni. Az is valamilyen komoly. És akit kiveszünk. Pávers, hát az Alaves. Gondolkodtunk egyébként, de most ilyen Mallorca, hiába gyenge csapat, azért mégiscsak van történelme, több poén, hogy Mallorca. Alapból volt egy csapat. Igen, volt egy tervünk, hogy régen azt hiszem, hogy jól emlékszem, ki lehetett cserélni magába a beállításokba. És akkor kitaláltuk, hogy URL B-t kicserélik az Alaves, hogy egy saját stadion, ami le van rendes valósághű, meg van csinálva, az megmaradjon. Ez nem működőképes. PC módokkal meg lehet oldani, de PS5-ön toljuk. Igen. Úgyhogy hát Alaves lesz. Ők a leggyengébbek, nekik van. Igen, még talán az Osasunán, nem az Osasunán, az Almeirán gondolkodtunk, de ők is inkább ismertebb, tradicionálisabb csapat. Igen. Talán. Igen, picit az. Mint az Alaves. Ki úgy legyen vagy a nagy rivális? Ez a jó kérdés. Mert ez mondjuk nehéz döntés, mert miért lenne riválisunk egy Barcelona? Vagy egy Real. Hol van Legoland? Nekem az kell riválisnak. Nem tudom egyébként, hogy hát szerintem ez amúgy teljesen mindegy. Hogy mit állítom. Egy, aminek piros a színe, mondjuk egy Girona. Girona. Bár ő meg a Barca, meg katalán, hát, ugye? Igen. Mindegy, legyen a Girona. Amúgy szerintem legyen a Girona, nagy riválisunk a Girona. És itt lesznek izgi dolgok, hiszen a meznél megpróbálunk egy Adidas kell keresni mindenképpen. Jelben van benne Nike is, a többi. Igen. Vannak hasonlók, ez már nem rossz, csak ugye nincs meg az átmenet, úgyhogy annyira nem. Ezek a csíkozások nem bejövősek. Mi van? Te mit mondasz? Ez a pöttyös, ez nem rossz. Ez vagy a mellette lévő. Még van minta. Nem, a másik. Itt van valami minta. És minta. A vonalazás is, a csíkok is megvan. Lehet forgatni a játékot. Így persze, van. A csíkok is megvannak. Noha nekünk nem teljesen megy végig.
de úgy nagyjából megvannak, úgyhogy ezt kicsit pirosabbra lehet állítani majd a ja, a színeket szint. Ezt teljes mértékben átszabjuk. A többi mez az meg már... Majd az idegenbelihez megnézzük az is milyen a... Mert azt hiszem, csíkos az egyik idegenbeli Lego mez, amit... Hú, egész sok mez van amúgy. Van e-sportos mez is. Igen, van már. Mindenféle, de akkor maradjon az, amit megbeszéltünk. Ez újítás, mert azt hiszem tavaly nem volt így sportos. Na, tessék, van itt újítás. Ijé, most ezzel válaszolta. Ez se rossz. És ott a csík, nézd meg! És a csík addig tart, mint nálunk. Igen. Igen. Ez ennyiből a szempontból még jobb, hogy a csík addig tart, mint a valami van. Ez jó lesz. Legyen ez akkor. És kélénket piros kell színeket neki. Nézzük. Hűha. Hát, próbáljuk magammal nézni, de ez, rád amúgy figyelj, ez. Ez egészen hasonló. Más tónus azt hiszem, hogy nincs. Mert ez már nagyon vöröses. Nem, az ez tökéletes. Ez már rózsaszín, ez lesz a mi és színünk. Ott kell fehéret. És itt pedig egyértelműen a fehér lesz az, ami... És akkor megmaradt ez a mintázat. Így van. Ez pedig a Adidasnak, az mi? Fehér. Fehér, jó. Minden fehér. Szerintem a Messzám is fehér lenne okay, rajta. Messzám is, az nincsen Messzámunk, jó lenne, de az a része az nincsen. Oké, okay, ez egész gyorsan megvolt. Igen. Na az idegenbeli, ide te vágd be képet, hogy hogy igen, néz nézzük ki. Meg akkor. Na megvannak a mezek, itt összeraktuk őket. Hát igyekeztünk hasonlókat csinálni, szerintem a zöld az egész jól sikerült. Igen. És ilyen mez sajnos nincsen Magyarországon, egyáltalán de a fekete találtam. Volt még, ami... Ha rákerestek, ez... akkor rá tudjátok nézni. Csak igen. Az a, hogy a minták nincsenek lefrissítve, ezek olyan... Nem azt mondom, hogy 2 évvel ezelőtt, szerintem annál régebbi mezminták. Ez egész legós lett ez az ördög. Ezt próbáltuk megcsinálni, ez így egész jó lett. A harmadik számú mez, ez sincs Magyarországon, úgyhogy sajnos ezeket meg se tudtuk vásárolni, még ha akartuk, akkor se. Arra figyeltünk, hogy sárga legyen az Adidas logó, hiszen ez a legós valós mezen is sárga. Úgyhogy ilyen kék lesz a másik mezünk. Ebbe azért úgy, ebbe a kettőbe is szívesen pályára lépek, hiába vendégmezek, meg eltérő színek az mindenképpen igen, jó, az. Hogy majd tudunk válogatni. A kapus meze az rémgyenge. Itt a rózsaszín meze... Annyira gyenge a felhozata. Nagyon gyenge, nagyon-nagyon gyenge, úgyhogy hát rózsaszín eléggé hülyén fog kinézni, de az a baj, hogy nem tudunk mit csinálni, mert a Legónak is van egy meze, amilyen fekete rózsaszínes. Ez nagyon gyenge. Igen. Itt sajnos nem tudtunk semmi jót csinálni, úgyhogy igazából ennyi a lényeg. Ha most úgy, visszalépünk, akkor... Tovább a logóhoz. Na, tudsz ez... ilyen négyzet alakú kiválogatot? Azt hiszem, nincs már négyzet alakú... Hát ilyen van, de ez se túl legó. Úgy emlékszem, hogy korábban volt, de lehet, hogy rosszul emlékszem. Nem, megint nem lesz egyszerű összerakni egy jó logót. Nézzük meg. Sárga kéne a szín, szerintem már be is állíthatjuk. Mindenféleképpen így sárga van, mindenféleképpen kéne a legó sárga miatt. Kell legyen. Figyelj, itt és ennyi. Egyik se győzött meg. Vannak olyanok amúgy, amik így, ha lemész a legaljára. Igen. Még? Itt. Ó, ezek ilyen egyéb. Itt ilyen egyebek, amik így mindenféle egyéb minták vannak. Ezek itt lehet vissza. Nézni kár, akár hogy... valamit. Kár, hogy egyáltalán nem hasonlít egyik se, de... Amelyik ilyen négyzetes volt talán. Ez a progen... De miért van benne felirat? Ha nem tudom, lenne felirat, ez... akkor jó lenne. Ott az. Ja, de abban is van felirat. És fogalmam sincs, hogy mit jelent, meg kalapácsi szimbólum. Ez még, ez se létezetes amúgy. Ó, kár ezért. Ez se rossz. Itt meg a dátum, ami... Vagy a mellette lévő. Kicsit fura. Őha. Azért vannak baj, kardok. 2005. Honnan szerzik ezeket nem a dátumokat? Tudom, nem tudom. Ja, formájban lett négyzetes. Ja, de amúgy nem értem, ha ott vannak minden, tehát hogy kiadó. Miért nem ugyanaz meg. Amit én nem értek, hogy ha Form 1-be bele van rakva egy csomó kamu szponzorit, miért nem lehet a mezre rápakolni valamit? Meg miért nem lesz szponzorok? Mibe telne azokat átemelni, amik a EA által kitalált szponzorok? Még ezek amúgy nem rosszak szerintem. Ez nem rossz amúgy. Én ezt még így álltam képzelni. Vagy mondjuk a mellette lévő se rossz. Hát már 94, én 95-ös vagyok, te 96-os. 7-es. Hetes. Tök mindegy. Így a szín, aha, szín meg megváltoztatja. A másodlagos szint ki se tudod választani. Igen, hát így valamit kiválasztasz, és akkor így... Az na, akkor marad a fekete, mert hogy ebben van a sárga, ezt megint nem értem, hogy hogyan össze. De ugye mindegy. Itt is van fekete sárga. Amúgy van fekete sárga. Jó az! Mosolyog benne egy csávó, képzeljetek oda egy labda helyett egy csávót, és akkor majd ő mosolyog.
Ez így nagyon nehéz, de ennyit tudtunk kihozni. Stadion? Stadion. Na, és akkor itt én az első szponzor a videóban, amit nagyon szépen köszönjük, és lehet, hogy majd átigazolásoknál, vagy valamilyen formában ott is lesz a videóban, csomagokban is, hiszen a Collector az, aki adta a nevet a stadionhoz, tehát Collector Arena lesz majd a neve, ez mindenféleképpen fix, hiszen ők támogatták. Így van, ezt az egész köszönjük sorozatot. Nekik. Nagyon hogy... szépen köszönjük. Így még kreatívabbakat tudunk majd csinálni külön pakkokkal, meg stb. Ilyen focis kártyákat is belevinni. Próbálunk majd belevinni. Valamit meg, hát nem az a neve, hogy mondjuk Stadio Classico. Ja, hát igen, igen, meg. Valami spanyolosat kéne, spanyolosat. Úgy, ahol így csak egy kis tető van. Tehát a más stadiont használtam én a Fradinál, azt hát az biztos a, nem most szeretném. Fradit nem küldjük az ki az átépített grupamából. Igen, az East Point, az még ez túl nagy angol. Hozzánk. Meg angol, meg ez egy óriási stadion, 53 000-es. Gondolkodok, hogy mi kellene. Futópályát én nem nagyon akarok köré, nem. Mert a kamera szöget is megzavarja. El Libertador, azt hiszem most ez a Barcának a stadionja, miután a... Ez nem rossz. Meg arra a licenc. Estadio de las Artes. Ez se rossz. Ez se rossz. Ennek van egy kis tetej, kicsit jól, mármint ilyen másabban néz ki, mint igen. A legtöbb spanyol stadion, de nekem tetszik egyébként. EU. Na. Estadio El Medio. El Medio. Ez azért tetszik ez a De La Sartes, mert ez különlegesebbnek tűnik. Legyen, van, van kijelző ott, igen. Tudom én, mi megnézzük még egyszer a többit, de ezek meg már annyira angolosak, meg kicsik. Na szóval a Collector Arena, már nem fér ki más. De az IJ, meg rakhat öt szót egy... De La Sartes, meg beírhatja. JS Stadium, meg nem tudom mi, szóval mindegy. Oké. Okay. Mindegy. Meg a stadion. De jól néz ki amúgy. Nem néz ki rosszul. Amúgy piros szék, vagy eleve a rudak is legyek. Egy nagyon piros kezd lenni. Kell egy kis sárga. Kéne sárga. Sárga szék. Sárga szék az nagyon izé vad. Ez azért elég vad. Vagy megfordítjuk. És piros akkor szék. Marad a piros szék. Oké. Okay. Sárga vonala. És sárga legyen a fémrudi. Ami tartja a stadion. Na, ez mondjuk nem rossz. Igen. Max jövőre megváltoztatjuk. Hogy? Ha addig eljutunk egyáltalán. Mert hogy nem tervezünk szimulálni, szeretnénk minden meccset lejátszani, ez nálam amúgy is ilyen kritérium, meg nem akarjuk a gép döntse el, hogy hanyadikok leszünk igen. A bajnokságban, hanem közösen döntsük már el. Ha kiesünk, akkor úgy esünk ki, hogy mi játszottuk. Igen, vagy ha nem érjük el a nemzetközi kupás helyet. A fű, vajon itt bármi számít-e? Kockás kéne, nem? Kockás kéne, az biztos, hogy nem. Kör alatt volt. Oké. Okay. Kocka. Teljesen jó. Szuper, és itt a 16-oson belül ilyen furcsa, de jó lesz ez. Ott már megszorott a tüske, amikor vágták. Úgy szintén kockás kéne. És ez a fekete, sárga kockás, ennél jobbat szerintem nem is találhatnék, úgyhogy ez a része is megvan. Stadionunk kezd összeállni. Atmoszfér. Hát ilyeneket... Ezt majd mi intézzük. Majd mi intézzük. Ezt majd videóvágásnál mi intézzük. Ilyenkor nincs benne semmi, de egy duda van benne ilyenkor. Na mindegy, jó. Hát maradjon a duda, aztán majd én vágok rá úgy zenét, amilyet mi szeretnénk. Szurkolás, Seattle-nek a szurkolás. Aztán van default és a tetején. Tényleg? Na, ez mondjuk elég jól hangzik. Hűha, jó sok. Vagy beteszünk az állárását. Az azért szerénység lenne egy picit. Egy default, ez tetszene. Igen. Ó, nagyon jó. Nagyon jó. Oké. Okay. És akkor... Ez is már, itt azért vannak fog. Jogvédett zenék is bőven. Ja, tényleg, aha, igen, 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 igen. Jó, akkor ez is rendben van. Én azt hiszem kész is a szuper. Na, és most jön a... Azt beszéltük, hogy egy másfél, max. 2 csillagosat rakunk össze. Még a felállást is változtatja. Így van. Igen, nem akarunk ilyen nagyon gyenge fél csillagos csapattal kezdeni, mert az másodosztályban is gyenge lenne. Hát itt még a viszont... Cádiz is komoly kihívást igényel. Nem akarunk egy 5 csillagos 92-esekkel se indulni. Mert az meg megint nem fair. Úgyhogy valahol itt a 3-3,5 csillag körül gondolkodunk. Maldonado. És mindig megváltoztatja az embereket. Nekem ez a 3 csillag az eléggé bejövős, mert itt azért nincsen egy darab 80-as se. Ez... Sőt, még 70-es is azért kevésbé, mert ott látom van egy Novák 69-el. Viszont van 79-es, a csatár egész jó. Itt vannak amúgy a nemzetiségeket, figyelj, szerintem jó nem lesz. Nem rossz ez. Mert úgy is tervezünk igazolgatni. Így van. Megnézzük. De ez a fontos, az átlag életkor, hogy very young,
és hogy akkor már megint új játékosokat kapsz. Lehet full veteránokkal. Lehet full veteránokkal. Aha, látom. Az itt is vannak azért fiatalok, de... És ha ráállítjuk Barry Young-ra, aha, akkor meg 29 év a legöregebb, az komoly, és tele van 19 évesekkel, brutál. És egy jó balanszt, az mennyire működhet szerinted? Na, az jó lesz szerintem. Jó lesz? Ne legyen az, hogy most fiatalok, és akkor így felhúzzuk őket. Hát hanem... persze. Oké, okay, transfer budget, mit beszéltünk meg? Már elfelejtettem. Nem állítottuk be, hogy euró legyen. Jaj, szól kellett volna. Na most már maradt fog. Akkor a... Ja nem, az még csak most jön, nem? Amikor a nyári igazolási időszak, igen, akkor igen. Majd ott beállítjuk. Jó, hát akkor kezdjünk. 5 millióval nem... Viszont az alatta lévőt vedd le a minimálisra, mert kirúgnak, ha nem tudjuk teljesíteni a Football Giant Bold Expectation-öket. Jó, a small club. Vagyunk. Jó, értem. Most 1 milliárd fontunk van. Igen, igen. Ezt akartam mondani, hogy most nem akarunk ilyen arab sejkes csapatot. Megveszünk akkor mindenkit Mbappé, Haaland, és nincs értelme a karrierre. Igazolni, és akkor annak úgy nincs értelme. Egy ilyen könnyed 10 millió szerintem az abból működhet. Talán tudunk igazolni. Alapból vannak free agentök, stb. Tudunk fizetést adni a free agentöknek, mert 1 millióval kezdjük, akkor az a baj, free agentöket nem tudjuk elhozni, mert nincs fizetéskeretünk. Igen, igen, kell a 10-es, kell a 10-es. Úgyhogy egy 10-es indítunk, és akkor ez talán nem csalás, úgymond. Oké, na és akkor nézzünk, menjünk tovább. Itt pedig meg lehet nézni a csapatba a karaktereket? Komolyan kreált ember. Így, milyen izét drabál is. Jó, hát azért ott a... Feszül a legómez. Mendózával ott nem nagyon szaroznék. Mendoza. Jó van, oké. Okay. Nem rossz ez. Érdekes, hogy valakinek ilyen feszülős mez van, valakinek meg ilyen... Szereti a lóg. Lógós mez. Ezt majd egységes videón kívül szerintem beállítom. És akkor itt van. Na, úgy poén ez így szerintem. Ja, ez egy egész jó. Úgyhogy Vega a kapuban, nézz oda. Na, ha Vega, hát srácok. Ismerjük előző karrierből. Na és akkor itt kell akkor a... World class, maradhat, maradhat te is világklasszison játszol. Hát én a Cadizzal is értem a negyedik bajnokok liga induló helyt. Na, meglátjuk, együtt följebb kell állítani, reméljük lejjebb nem kell. Fél idő hossza 6 perces, teljesen itt jó, kell az euró. Pénz az legyen euró. És minden más valami. Agyaltunk azon, hogy ne lehessen igazolni, hogy mert tehát nekem az a tapasztalatom, hogy mindegyik csapat irreálisan elkezd igazolgatni már most. Igen. Olyan, tehát meséltem, hogy olyan igazolások vannak a Reálnál meg a Barszánál is, hogy való életben nem történne hát meg, hogy kikapcsoljuk, de akkor magunkat is megszivatnánk. Meg kellenek emberek, mert biztos lesz olyan poszt, ahol csak 60-as lesz, és oda meg kell valakit szerezni. Így van. Na! Úgyhogy már indul is az új mentés a karrierben, és akkor nyomhatjuk együtt. Így nagyon szép. Csekó mesterrel. Ja, tényleg. Csekó mester úr. Na logó, ez egész jól néz ki a logén. Kezdek megbarátkozni vele. Na, megjött a bingóból. Sapkás izé, úriember. Szakállal gyönyörűen néz ki. Nagyon tetszik. És ez az újítás amúgy. A taktikai vízió. Víziót be kell állítani. Na nézzük akkor. Van a standard ugye, ami minden balanszt, szélső játék. Én ezt szoktam. Ez nem rossz amúgy. Tiki-taka, spanyol tiki-taka. Az a baj, hogy ehhez lehet, hogy nem vagyunk elég jók még. Igen, meg mi alapból, ha megfigyeltem, nagyjából a széleken szoktunk támadni. Igen, és beadjuk. Pressing-el ez félelmetes, mert ha elcsesszük, és többen futunk, akkor hát üres lesz, tudom, a jobban fáradnak a játékosok. Meg jobban fáradnak a játékosok. Busz, Mourinho-nak a Chelsea-s időszakából. Kontratáma, ez később is lehet választani? Persze lehet. Jó. Amúgy ez a counter-etek meg inkább a kis csapatokra van, hogy így előre ívelgetik, hát kontrázgatnak. Ez nekünk való. Ez pont ez, hogy mikor így fogják, előre rúgják a stressz, ami jó. Lesz, Max megindul. Aha. Megpróbáljuk a szélső játékot. Nézzük meg a szélsőt, ha nem működik, de ugye kell igazolni hozzá edzőket. Aha. De ugye most nekünk olyan edzőket kell igazolni, akiknek ugyanez a meglátásuk, hogy a széleken kell, mint például itt van. Látom. Ha később módosítunk, akkor a az nem cserélgetni lesz, kell, mert nem jó a edző a taktikához. Pedro úr. Érdekes mód, neked nem dobott be most ebben a karrierben 5 csillagosat. Dobott be, csak az pont a kikárás. Az mondjuk annyira nem rossz, és melyiket kell, akkor muszáj ebből a wingesből. Igen, igen, választanom. Ha jól tudom. Figyelj, ő ott ez a... Nacho, Gorosabel. Tudna később is fejlődni, tehát hogy a knowledge-ük tud majd növekedni, és be is lehet azt is rakni, hogy ő most a támadókat, a középpályásokat, a védőket, vagy éppen a kapusra fókuszálni, és ugye overall boostot ad.
Aha, értem. Mert már kikerültek ezek a tréningek, ugye, hogy a két meccs között. Ez érdekes, edzése. Ez egy nagy fejlesztés most akkor így. Hát figyelj, akkor próbáljuk, mert ez az expert. Lejön a középpályára öreg Pedro, visszavonult a Lazióból, vagy hol játszik, és eljött hozzánk edzőnek, nagyon és akkor kérdés. Ugye ott adja a legtöbb csillagot. Na, és akkor, lehet ugye felvenni még többet, most legyünk? Is fel tud. Hát szerint, ugye a pénz, tehát ha jól láttam, a fizetés pénzből megy. Szóval szerintem előbb igazoljunk. És majd utána veszünk. Meg ugye később még frissül lehet, hogy érkezik egy jobb is. Ja, már hogy... És akkor itt van, hogy a development plan hogy boostolja neki fejlődésbe. Ó, értem. Jó, oké, rendi. Akkor ez ennyi. És akkor itt vagyunk a megszokott menübe, ahogy látom, ez nem túl sokat változott. Nem. Ez a része csak a team strategy, meg a training plan. Igen, itt most én mindig át szoktam állítani az elén, hogy kapjanak egy kis sharpness-t, ugye formába lendüljenek. Training plan. Hogyha rámész, egy játékos kiválasztasz, igen, és akkor ott tudod állítani, hogy, hogy most a fitnessre fókuszáljon, vagy a performance-re. Simán így szoktam hagyni a performance-en, amíg nem jönnek az első meccsek. All out performance? Az is lehet, de a utána lévő is jó. És akkor ott van, ha megnyomod a háromszöget. Igen. És hogy az összes játékosa nem kell külön beállítgatni. És akkor most a tréning annyira nem fontos, edzenek, mint az igen, állat. Hogy a formában lendüljenek, és majd az első meccsnél visszarakjuk Belenzre, mert utána fontos lesz. Fontos. Aha. Ha valaki lesírult, meg személyre szabottan be tudod állítani. Lego hogy... board. Nézz oda. Jó Lego a board. A Lego board. Egyébként itt a menüben én leszek az irányító, nálam lesz az egyes konti, de ugyanúgy mindenbe beleszólsz, tehát bármi ötleted van, hogy hova menjünk. Akkor most öröld a... Akkor most melyek a törlés. És akkor vége a karriernek. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, iratkozzatok fel, ez hozzá. Sziasztok. Oké, szóval objektíveknél azért látom, hogy vannak dolgok, amiket teljesíteni hát, kell. Hát 4 wifi-t le kell igazolni, vagy a scoutot kiküldjük 12 millió mezeladásból. Hát figyelj, elég jól néz ki. Én venném. Én is. Kerüljük el a kiesést, és mondjuk az merészvállalás. Legjobb 16-ba bekerülni a kupába. Hol volt ez? Itt. Hát jó, de hát ez very low. Kerüljük el a kiesést, hát jó, figyelj. Oké, na. Squad. Nézzük meg, hogy hova igazolnánk így. Meg igazából. Hogy milyen felállásban játszunk, mert én nem akarok. Igen, nem ez annyira nem adja. Védőt. Ha rámész a formationoknél, ott mutatja, hogy melyik illik a mi felfogásunkhoz a szélső de támadókhoz. Várjál. Most nézem, hogy nincsen jobb szélső védünk. Na, akkor az első igazolás. Úgyhogy akkor marad ez egyenlőre, és kellene szerezni egy jobb szélső védőt. Illetve bal szélen is egyetlen egy szélső védőnk van. Akkor két szélső védőt mindenképpen hát igazolni. Hát védőket kellene igazolni, ez így nagyon gyenge. Elemerre, mert azt tudod használni el VRV-be is. Hát jó, csak igen. A védők azok rémgyengék. Hűha. A védekező középpályás López 69 is olyan, hogy hű. Igen, és nehogy nézem, itt nincsen neki cseréje se. Nem, nagyon rosszak a kispadot erősít. És hát igazából a kezdőt kell erősíteni, és a kezdőből mennek le kispadra. Igen, az lenne a legjobb. Ezek azért a 58-as CF csatárcserének rettentően... Meg ahogy nézem, semmilyen posztra nincsen cserénk. Tehát nem tudunk csatár cserélni, mert nem. 58-as, amit mondtál, meg a 63-as Montoya ott van. Tehát nem tudunk cserélni támadó középen, senkit nem tudunk lecserélni, mert mindegyik olyan itt játékos. Igazolgatni kell elég keményen. A védő az oké. A belső védő poszt az szerintem az jó. Igen. Meg a két szélső más... védő mindenképp keményen fél egy kicsit a három védős rendszertől. Én is, ez most nem annyira biztató. Oké, és ugyanúgy a squad hub-ba be kell állítani egyébként a development részt. Ugyanúgy be tudod állítani. Hogy hova fejlődjenek. Aha. És akkor ez maradt így. Hát ez szerintem megint majd videón kívül fogjuk lőni. Jó, és akkor pörgessünk egy kicsit időt, vagy egy. Nem, mert egyből nézzük meg, mert ugye nehogy elvigyék a free agent-öket. Szerintem azzal kezdjük, mert a pénzeseket később is meg tudjuk venni. De most már az is kikerült, hogyha valakit kinézel, vagy megvesznek tőled egy játékos, mert véletlenül van kivásárlási záradék, rögtön vissza tudod vásárolni. Már ez sincsen, hogy nem lehet, mert most igazolt el a csapat. Úgyhogy akik pénzért vennénk, ők half-fifth. Olyanokat nem fogunk, tehát a Vega is free agent nem fogunk, akikkel eddig játszottunk. Igen, aki én is játszottam volt, a Vegával. Te is játszottál, Antuna, én is. Ugyanez. Bufál. Nézd. CF-be. Aha. Marokkói válogatott, kint volt a... Csak 29 éves, nem tudom. Jézus korona. Ő jó. Ő jó lehet. Ez mondjuk 80-as. Az elég durva. Őt azért szerintem...
reméljük ki tudjuk fizetni. Nagyon sok trétje van, ilyen speciális pontja van, ahogy látom. Mégként a Buffára is azt mondom, hogy nem lenne rossz cserének. Luis Chávez. Hát a mexikói, amit mondta, hogy a mexikói válogatott nincs benne a bajnokság, de válogatott igen. Ezért van nagyon sok katari is. Igen. Úgyhogy ez a része, ez nem túl jó. Horváth Krisztófer. Magyarokra rászűrünk egy olyanból? Long Ádám ott van, Kalmár. Szűrök egy magyart, hogy... Jó. Nem sok köze van a magyarokhoz ennek a csapatnak, s a, hát a Legó gyár mondjuk van Nyíregyházán, az gyárlátogatásra szívesen elmegyek, de azért nézzük meg, hát van olyan magyar, aki amúgy akár érdekes is lehet nekünk. Oké, free agent, magyar, Csobot, Demjén, hűha, Kalmár, Lang. Lang nem olyan rossz, de belső védők az baj, hogy jól állunk, tehát oda pont nem kell ember. Kalmár jöhet, mert legalább lenne egy csere. Őt mondjuk padra igazoljuk, mert igen. 78-as, aki bent van a kezdőbe. Vécsei. Uh-huh, és ennyi. Hát ez mondjuk így elég gyenge. Én a Kalmárt azt megpróbálnám. Megint a Jesus koronát is. Úgyhogy az nem rossz. Mert ő félső menjünk pont, vissza. Ami nekünk kell. Aha. Ja, szerintem akkor állíthatunk most már posztot is. Free agent az marad, és akkor nézzük azokat a posztokat. Kell egy LB, az, meg egy RB. RB muszáj. Tehát az muszáj. Az... Eliott Mohamed, Kevin Álvarez. Sprintelése 80. Nem rossz. 24 éves. Figyelj. És ennyi. Amúgy ennyi. Úgyhogy muszáj itt döntenünk. Szerintem egyértelmű. Ez jöhet Kevin Álvarez. Oké. És akkor menjünk, hát mexikói vendégmunkásokból fog állni. Hát a szokásos. Minden karrier elején ez történik. Igen. Jesus Gallardot is... De Vries tudjuk, mit csinál az Alfa Tauri után. Forma eljött focizni. Eljött focizni. Nemzetiségváltás minden. Hát figyeljem, hogy Gallardot meg már használtuk. Azt már nagyon sokszor használtuk. Ez Attiát, ez nem rossz. Nem rossz, de ő is nagyon határos. A Gallardo jó lenne, de tényleg őt nem akarjuk. Figyelj, szerintem most még nem gondol 28 év, mert majd lenyomtuk a szezont, akkor tudunk nyáron, mert lesznek új free agentök, vásárolni, mert több pénzünk lesz, olyan helyezést érünk el, és akkor be is tudjuk akár cserélni, vagy számítatni egy másik játékosba. Nézzünk egy csatárt, mert nincsen csatárcserénk. Igen, az... Semmilyen csatárcserénk nincsen. De itt is mexikói tudunk, Harry. Martin. De mondjuk, ha CF-nél nézünk, az se rossz, mert egy csomó CF-ek jó csatárnak is. Aha, ja? Hát ez okay. Elég gyenge a Buffal, az egyetlen. És ha pénzeset néz, vagy az még nem fér bele. Szerintem. Igazoljuk le őket. Jó. Középpálya, meg ilyenre nem kell, az semmi? Hát megnézhetjük, de szerintem az amúgy a része... Amúgy ő neki, figyelj, azért... Elég jó, igen. Jó statjai vannak. Egy 30 éves egy szezonra tökéletes lesz. Jó, oké. Szerintem menjünk rá akkor, hogy ezeket ténylegesen ne csak kilistázzam, hanem ténylegesen hozzuk el őket. Kezdjünk akkor a Kalmárra. Középpályára mondtam neked, hogy egy Fermín López tudat megszerezt az első gólját a Mallorca ellen. Ó, milyen laptop, meg bögre. Nekünk miért nincs ilyen csapatlogós bögrénk? Majd szólunk itt. Há, jó, rotáció, Kalmár. Kalmárunk. Mi az important? Hogy tetszik? Hát ő most minden meccsen akar játszani. De ez nem fog beleférni, nem fogjuk tudni. Vagy elhozzuk, és egy elhozzuk, nagy átverés. És majd nagy prank. Jó prank majd lesz. Csalódni. Hát már csalódott lesz ez van. 3 év, tök mindegy, ez lehet őt is elcseréljük akár. Na jó, de ezáltal mennyi pénz kell neki? Egy 10-es? 8-as? 13. 13? És 5 milliárd bónusz, mármint hogy sok bónusz. 9 milliónk van. Adjuk meg neki, adjuk szerintem. Meg neki, de ez így most megcsapantja egy picit. Még csak nem is hasonlít saját magára. Hát az meg a másik. Amúgy nem tudom, mit pattog, amikor egy Jesus koronát fogunk elhozni. Ott az edző. Ott a másod edző. Ki ez? Ismered? Nem tudom, hát ez a... Mert ez kicsoda. Nem is ismerjük a stábtagot. Portás. Portás. Az Alaba ott van hátul. Nagyon-nagyon nyomja ez az edző úr itt a felkészítést. Jó, hát Kalmár Legó FC csapattag lett. Reméljük, hogy majd szereti a lehet, hogy pinyő az csak kicsit megváltozott a spanyol levegőt. 74, figyelj, amúgy
Jó, csak minden meccsen játszani akartál. Az főleg a 65-ös futásával, itt nem fog minden. Másiknak a posztriválisnak 77-es volt a... Na itt félek a nagy pénzektől, szerintem itt nagy fizetéseket kell majd itt kiosztani. Kell szerintem egy 20-as azért ott 25 esélyes, meg a kruciális. Hát megpróbáljuk az importen. Aha, hát ezt nem fogjuk ők, tudni kikerülni. Ők jó, mind alapkezdők. Mondjuk amúgy is azok lennének, mert igen, nincsen posztriválisuk. Nehogy lesérüljenek. Aha, az felejtse el, de rettentő, hogy jó. Én nem szeretem. Hát én sem nagyon. Random meglepnek egyszer, valaki kiváltja. Azon megveszik, ja. Oké, és akkor fizut nekünk kell kitálni, akkor egy 20-as szerintem 20-ast simán. És bónusznak is muszáj leszünk valamit beírni, mert nem fog eljönni. 200. Nézzük, mit szól ehhez. Elfogadja úgy, hogy ez megvan. Oké, megint jön. Hányos lesz amúgy? Szerintem egy 78 azért. Az jó lenne. Az jó lenne. Na, egyre többen na, vagyunk, már hárman figyelj, vagyunk hát a stábban. Verő ember megérkezett. Micsoda, komoly stáb van itt. Jó. Milyen gyorsan váltogatja a nem tudom ki ott a ruháit. Egyszer piros hát, után a fehér. Hát ez már egy másik nap, de... 78 kérlek, 78 legyél meg. Na. Így most már felállást is tudunk módosít. 76. Ez olyan, mint amikor Ultimate Teamben nyitsz valakit. Amúgy nagy a pontszám, de vajon meddig megy? Jó. CDM-ként is működik védekező középpályásként. Ez mondjuk azért hasznos. Nézzük akkor a következő figurát. Ezeket muszáj most Attiát, hát neki szerintem kell. Marokkai válogatott. Igen. Elfogadja, nagyon jó. Elfogadja az importen. Akkor ebből végül ki lehet indulni, lehet, hogy egy 15 ezer elég neki. Gondolod? Nem. Elég lesz a... Igen, igen, mert a... Nagyon kicsi a kivásárlási értéke, hűha, amit kérnek. Viszont a pontszáma is így... Szerintem... Egy ilyen 14, 13, 14 jó. Aha, mondom. Meg is adja. Hát én annyit counterölök, hogy elveszem a clean sheet-et, azt hagyjuk sheet-et. Már. Na, véletlenül jól játszunk. Amúgy figyelj, akkor én szerintem nem fenyeget ez a 5 clean sheet. Nem, fogunk kapni. Amúgy szerintem ő 71-es lesz. Az mondjuk... Ebből kiindulva. Igen, na ő gyengebb lesz. A statjai sokkal jobbak, mint mutat. 74. De ez jó, amúgy ez érdekes, jó, mert egész jó. És ugyanúgy CDM-ként is. És alig ér valami. Középső védő, bár az van, de... Na és akkor a végére. Hát Martin. Martin, aki mexikói lett. Ugyanaz a laptop. Koptatjuk. Marad az important. Aha, valami. Nem akarja. És akkor én ilyenkor hányszor... Ja, nem tudok már vissza. Jó, hát akkor ezt muszáj megadni nekem, tudunk mit csinálni. És akkor marad szóval a három. Szerintem akkor lehet neki is a 15 feletti... És azt figyeld a pénzünket, hogy lement. Igen. 3 millió elment, csak a fizetés meg a bónusz. És még megy le. 18, mit szólsz, hogy 18? 18-at adjunk neki. Jó, nem? Az 17-nek. 17. Jó, az 17-nek. Csak a 100-ast mellé. És 100-as. De azt figyeld, most már csak 6 milliónk van. Igen. Hát konkrétan nem költhetünk kitész nélkül, mert nagyon durván lemegy. Oh! Hát ezt mondom, és mérges is lett. Kicsit hát a bónusz az felejt csak el, barát. Mindent megadunk, de a bónusz nem. Hát azért az 10 000-esből mi álltunk menni kajálni. Aha, várjál. Inkább dövelted. Inkább ő megyek kajálni. Nem, mi megyünk a 10 000-ből. Aha. Hisztizik. És még többet kér. Menj már. Érdekes a marokkói tárgyalás technika. Hát, hihetetlen. Na, mi is kemények vagyunk, hát ez a Lego csoport. Persze. Nem vagyunk kemények. Hát ez nem igaz. Mégsem vagyunk kemények. Nem. Már nagyon feldühítettük, úgyhogy féltem. De ha 74-es, én megőrülök. Ja, akkor legyen egy 77-78 hát, ha körüli. Ennyi csillagászati összegek. Padozni fog, mert mérgesek vagyunk rá most. Ugye csávó, aki köszöntött, az most jött ki kb. A zuhanyból, mert csak egy póló volt rajta. Jó, ez na. Oh! Az első 80-asunk, és mi itt hisztik? Olé! Egy kicsit gyerekesnek és bénának tűnik a hisztik. 17 milliót ér, hát 11... így megértem a gigafizetést. Jó, oké. Okay. Jó, ez most így érdekesen jött ki. Építsünk csapatot, oké, okay, legyen az. Akkor menjünk is a squadba, és akkor most... Tudunk formációt is. És akkor látod, hogy van az a like-jel, az mutatja, hogy a mi elképzelésünk ez a szélső támadóhoz. Csak az egy csatár, az, hát az nem annyira jó. Így se, én két csatárt szeretnék, ha már négy, vannak négy, jó. 4-2-4? Hát nem is tudom. Mert az pont illik az elképzelésben. Igen. Csak itt meg a sok középpályásunk kifogásni. Nem baj, hát majd a szépen aki védekező középpályás, beáll középpályás. Hát ez lesz akkor, jó, és akkor a squadnál megnézzük. Viszont be is tudjuk Calderon helyére rakni. Jó, nem padozik, nem. De mi? De hogy?
Itt van egy 2 perce. Hogy? Hát ezt nem értem amúgy. Azt hitte megvan az első 80-asunk. Erre nagy prank. Prank. Nincs meg az első 80-asunk. Hát ez zseniális. És akkor kell egy RB játékos, aki meg Havarez lesz. Kolmár 74-essel, nem tudom. Tehát én berakom a kezdőbe, de neki nem tetszik ez a pozíció. Tudsz szélen játszani, Kolmár? Nem annyira. Itt nagyon sokakat, a támadó középpályásokat nagyon át kéne rakni izébe. Olyan, és nagyon sokat támadó középpályásokat. CM-be. Miközben 60-asokat én meg nem akarok 60-as CM. Ez a Toma, aki úgy jó volt, úgyhogy Kalmárunk az... Ez a felállás ebben a szempontból nem jó. Van egy olyan ötletem, hogy az egyiket fölhúzzuk, aha, és a másikat le. Még lejjebb. Nagyon le kell húzni. Nagyon le kell húzni. Nem is lehet. Aha, nem is lehet ennyire. Jó, hát nagyon nem lesz középpálya a csapatunkban. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mennyire kicsit fog így működni. Kicsit ügyeszett a Tomáta szélére. Hát ő át kell developmentben. Hát ez biztos, hogy ez így rakni. Kis padra tegyük jó be a 70-es Molina. A Molina az mehet a padra. Akkor van itt a Castro, ez katasztrófa. Calderón jöhet helyére, Kalmár is. Mondjuk a Costa helyett. A többiek meg már annyira López, gyengék. Ott van egy 60-áros Montoya. Kapus se kell igazából. Úgyhogy Mendoza végül is visszakerült kapus helyére. Hát így lehet összehozni. Sima középpályást igazolni kell. Csak az a baj a Ferminnel is, hogy 64-est fel kell húzni. Igen, tehát ez így nem jó. Na jó, nézzük meg így, aztán ha úgy döntünk, akkor hozunk sima középpályást még. Igen. Az biztos, hogy most már szeretnénk játszani egyet. Jesus Koronát leigazoltuk? Én nem tudom. Le kellett volna? Beraktuk a Transfer Hub-ba, nem? Nem. Ennyi volt. Hogy hagyjuk? Nem kell, hogy 30 éves. Hát, én ennyi sok öreget nem annyira szeretném. RV-be tudna Koronát játszani. RV-be, tehát nagyon rá fogja vinni a pénzünket, az a bajom. Meg amúgy nálam, még leigazoltam. Lesérült 10 meccs után 7 hónapra. 7 hónapra? Igen. Az komoly. Lehet, hogy van ilyen trétje, hogy sérülékeny. Ez nem értem, miért a trétek között van sérülékeny. Hát a többi játékos, mondjuk van Szolbák neki CM-ek. Szolbák kell Norvég válogatott. De... nem tudjuk mire használni. Ja. Szerintem így ott van a Vega. Ott de a hát, Vega is. Érdekes, hogy kikerült a fotója. De amúgy a játékban meg megvan csinálva, ugyanúgy benne maradt, aha, a karaktere, csak a fotója eltűnt. Na jó, hát figyelj, menjünk. Menjünk, mindjárt választunk. Na, már vinnék már, a játékosokat. Már jönnek hát ez... offerek. Nézzük, kit vinnének és hogy. Aha. Aha, hát felejtsék. De hát, ez teljesen felejtsék. Főleg nem a Bilbónak, aki rivális. Ja, főleg nem ennyiért. Úgyhogy ezeket mindet el is felejthetjük. Itt pedig Ayala-nál micsoda? Kivásárlási záradéka van. Ez gyorsan Bakker. Be kell menni, és a szerződéseket megcsinálni, hogy ne legyen kivásárlási záradék. És nem is tudjuk visszavásárolni. Bocs. Mert nincs annyi pénzünk. Hát nincs annyi pénzünk, hogy Ayala meg kezdő. Az nagyon kezdett, 78-as, az kezdő. A Financialnél meg lehet nézni, hogy kiknek van és itt kiknek van nincs. Bakker, de nem tudunk új szerződést kötni. Igen, 33 éve, szóval egy kemet igazolunk. Megpróbálom a szerződését meghosszabbítani. Fog játszani, igen, nagyon fontos. Ó, jó, megadjuk neki. Mindenkinek csak maradjon. Húsölt kell adni. Maradjon. Egy 3 évre jó lenne, ha maradna. Nem akkor, akkor ilyenkor 1 évet engednek csak. Akkor 1 év, az is jó. 1 évet szeretne. Nem, igen, ez nagyon jó, hogy ne legyen kivásárlás. Ha még több mint 2 év van a szerződésük, és már akarják vinni, ne szívassál már. Ez kezdődött a karrier. És ugyanazt a fizut, vagy akkor kapjon amúgy meg 30-at? Amúgy nem 5 milliónk volt, most lehet megint 6,9. Nem. 27-et kapjon. 27. Hát azért álljon meg már, hogy tam menet. Ez gyorsan. Gyorsan történnek itt a dolgok. Még jó, hogy észrevetted egyébként. Elfogadja, és akkor így elvileg nem fog elmenni? Vagy hát még... már lehet, hogy tárgyalnak, és majd eldönti. Jaj, de jó nekünk. Jaj, de jó. Hát ez... remélem másnak nincsen. Mert hogy most szétvásárolják a csapatot. Jó. En? Ennyi. Megszakította a beszélgetést. Igen. Jó van. És okay. A Burnhamus. Jó, hát az már. Valakit érdekel. Felajánlott érte. Megnézzük? Aha, nézzük érdekes. Meg.
Nézzük akkor. Kit ajánlott fel érte a Swebbe? Mondja, hogy egy 19 éves 72-es középpályást, ami azért jó, mert CM amúgy is kell nekünk. És amilyen 33 de, éves. Csak, de a 72-78 között nekem az év, az a kor, az sokkal többet számít itt most. Igen. És pénzt is kapnánk, hozzáteszem. Figyelj, szerintem. Én belemennék Menjje. Ebben. Kicsit haddakozzunk velük, hogy több pénzért. Aha. Szeretnék balhézni velük egy kicsit. Az az Alex Scott. És CM-ként is használható, ami meg nincsen közé. Hát ez zseniális. Ez nagyon jó nekünk most. Ez zseniális. Úgyhogy megpróbálunk valami több pénzt kicsit. Három valami. És felett? Így. Jó, így. Nézzük meg, mert nem akarom elbukni. A Nundorito ez a kávé. Megvan. És ez az első olyan bizniszünk, ami tényleg jó lehet. Hosszabbítottunk, hogy ne vigy el a Freiburg. És mégis jól jártunk a végén. A srác az remélem megérti, hogyha csere 19 évesen. Ott, megérti, okay. Akkor ez nekünk nagyon 8000-es fizetés is nekünk mehet. Nagyon jó, 3 év legalább. 5 év. 5 év nekünk akkor az 8000-es fizetés. Az a tapasztalatom. Nem, még több kell neki. Kivásárlás az, uha, azt nem. Remélem elfogadják. 11 ezer, hát figyelj. 11, amúgy hagyhatjuk szerintem, hagyhatjuk én lehet. Ezt megadom neki. Na, srácok! Jó. Pénzért nem vettünk senkit. És angol bajna, angol első osztályból, Kerkezék csapatából sikerült egyet igazolni. Nekik meg kell ajánlani, hát akkor legyenek vele boldogok. Úgyhogy még mindig nincsen meccs, mert olyan izgi hátigazolási dolgok vannak itt. Érkezik is. Is van. De az szokásos úri emberünk. Ez zseniál. Alaba ott valamit. Alaba is mosolyog, a lefosott edző is üdvözlik. Kikaptak az Atletikótól, úgyhogy most ilyen mellékmunkákat végez. És ami még fontosabb, hogy pénzt is kaptunk, ami jól jön, ahhoz, hogy tudjuk, rossznak ítéli meg, de ez engem nem érdekel, mert szerintem ez egy hát jó. Hát azért, hogy elállt, ugye 16 milliót kérhettünk volna érte, de nekem ez így jó. Ez egy jó volt, mert nagyon sokat fejlődhet a srác. Be is mutatták, ott volt az új messzámmal. Navarrót már megint vinne valaki, de hagyjátok már Navarrót. Kevesebbet adnak érte, úgyhogy ez felejtő. Letiltani nem akarom a kérelmeket, mert érdekes, hogy ki igen. Mennyit ad. Meg mikre akarják cserélni. Ortiz. Ortiz, ez kicsoda? Megint swap deal, de 24 éves, 78-as. Aztán... Karsdorp. De nem ad érte. Aha, pénzt egy és 4 évvel idősebb. És 4 évvel, igen, az idősebbre nem. Fiatalabbra oké, de idősebbre nem. Na, jó, érkezik, figyelj. Valami lesz pre-season. És akkor ki kell választani. Aha. Na nézzük. Amúgy szerintem egy összető csapaton. De pici. A Brighton pici az azért az A Brighton, a Gladbach, hát azért ott vannak kemények. Ez tűnik a leggyengébbnek, de a leggyengébb pénzt is adja. Igen. Luton ellen, Spezia, Bari, de sok az angol-olasz csapat. Az a baj, én megpróbálnám. Én is megpróbálnám. Mert sok a pénz, sok amit kínálnak érte, és ez egész jó, meg a trófea is. Ez a tányér, ez nagyon gagyi, ilyet nem akarok. Hát, Ez valami... Európa Liga, Európa Liga kopi. Ez menne ez a trófa. Ez de tetszik. A labda az alján, az tetszik. Főleg, ha még így forogna. Vagy világi, mint a Form 1-es trófa. Majd csókolgatjuk, hogyha itt lesz az irodáma. Ja, rendeltél? Hát, ha megnyerjük. Okay, Ortiz nagyon vinné. Hát akkor, hát ez felejtő pedig. Monaco vinné 19 millióért, de nem. Érdekes, hogy ilyen jó játékosaink vannak. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy a generált meg, akiket megvettünk, ők milyen, hogy lehet velük játszani? Tudnak egyáltalán kapura lőni? Igen. Azért ez is fontos. Semmilyen szinten nem ismerjük őket, és folyamatosan vinnék a játékosainkat, de most már nagyon szeretnék játszani végre egyet. Rettentően szeretnék játszani. Mert ez az, ami... Real Madrid vinni a Scottot. Nagyon rámennek itt. Na, match day van, végre match day. Nézzük és akkor ez is úgy, tudsz nézni riportot, itt látod, hogy állnak fel. Rafa Mir, tehát ezt mondom, Dahu, ott alapból ott van, azt hiszem, de a Rafa Mir nem. Uh-huh. Tehát, hogy egyből itt már igazolgatnak össze-vissza. Na, ez érdekes mondjuk. Egész és ha rámész, akkor még van külön leírás is. Aha, hogy jó, hogy megnézhetjük a cseréket is. És ha arrébb mész, ott meg, hogy gegenpressingbe tolják, kikre kell figyelni, védekezés, vagy a kulcsvédekező, kulcstámadó, van ott külön leírás, hogy passzolgatnak, stb. Legutóbbi meccsek is majd ki lesznek írva. Így van. Aha, érdekes csillagok, pontszámokat látjuk. Játékos pontszámokban meg az én taktikám még mindig működik, hogy meccs közben a performance. Igen, azt megbeszéltük, hogy másik csapatban, és akkor azt és akkor itt lehet edzeni előtte, és akkor így ki tudod váltani erre a meccsre. Tehát, hogy ennek a három vagy két játékosnak a trétjét. Wow, megnézzünk valamit? Megnézhetünk, van lövés is, dribbling is.
Jó, nézzük meg ezt a dribbling mest. Te irányítod. Én irányítom. Te ilyenkor nem is játszol egyáltalán majd? Vagy lesz olyan edzés típus, ahol majd te is fogsz? Lehet, hogy lesz olyan. Van olyan, amikor ilyen támadás van, counter attack, sima támadás. Ó, a dribbling, de jó most az IFC-ben. Nekem ez nagyon tetszik, mintha más lenne a mozgás. Igen, sokkal jobb szerintem. Tehát finomabban sokkal lehetne irányítani. Jobb. Én jobban élvezem, meg most már vannak rendes olyan megmozdulások is általam, meg az, a gép által is, amilyen a valóságban a foci meccseken. Már meg tudsz ilyeneket húzni. Meg pont neked írtam, hogy egyik nap, hogy olyanokat is meg tudtam már csinálni, beívelgetni a védelem mögé, meg úgy bepasszolni, mint amikor ketten toltuk. Ugye korábban ezek egyedül nehezek volt, tehát nehéz volt kivitelezni. Nyilván, ha e-sportoló vagy, akkor hát nem, ez de... más, igen. Nem sikerült túl jó az edzés. Nagyon nehezek. Hiába írja, hogy regulár, ennyire nehezek. Nekem látom, eddig egyszer sikerült, szinten... és a második szezon elején vagyok. Háromszor megpróbálhatod, de rettentően nehezek. Bakker, megpróbálom még egyszer, de ez nagyon nehéznek tűnik. Pedig könnyű irányítani, meg csinálom, látom, hogy kapom a zöld cuccokat. Tök jól hangzik, hogy ki tudod váltani erre a meccset, csak nagyon meg kell szenvedni miatt. Hát ez... és nem bírom megcsinálni. Ez komoly. És a lövősek is ilyen nehezek? Igen. Mert nem próbáltam. Igen. Én. Pedig Henry Martin a... és gondolj bele, van olyan, hogy heavy a típusa. Jó. Arra még rá sem mertem menni. Na majd valamelyik rátadom a kontit. Ez következő részben te fogsz rámenni. Ez katasztrófa, amit itt művelek konkrétan. Meg nagyon ki van centízve, hogy pont be kell vinnem oda. És már egyre kisebb a kör is. Ez rosszabbul fog sikerülni, mint az előző. Out of zone el is veszi mi. Hát ez nagyon nehéz. Igen. Azt nem is szenvedek már ezzel otthon. Na jó. Oké. Hát akkor mérkőzés. Nézzük meg, hogy mire megyünk. Hú, de új lett ez a része. És mind a ketten pirosba vagyunk, ez már most gyorsan kiszúrtam, hogy nem lesz jó. Oké, szerintem mi vagyunk hazaiba. Igen, arra rá kell még menni. Brighton. A select side-ra majd. Aha, ez marad nekünk. Igen. És akkor az övéket meg marad a klasszik kék. És a select side-nál te pedig becsatlakozok. Kész, bejössz ide. Kicsit féltem, megmondom őszintén, hogy nem fogunk tudni, pedig tudom, hogy működik, de azért bármi előfordulhat. Itt mindenben van állítva? Ezt már akartam. Na ezeket, ezt mondtam neked, hogy kikapcsoltam. És annyira nehéz. Milliméter pontosan kellett irányítani, hogy... Igen, ez azért más. Jó, szerintem jónak tűnik. Igen, mert be tudod állítani most rendesen, hogy nagyon valósághű legyen az irányítás. Azért korábban nem nagyon volt ilyen, hogy minden assziszt ki, teljesen az összes passzol, nagyon ilyen e-sport szintre. Hát amennyire lehet, amennyire lehet. Oké. Okay. Igen. Akkor ez a része is menő. Kezdőnket, szerintem full kezdőnket próbáljuk szerintem meg jó kiküldeni. Ez így, és akkor nézzük hát, meg, mondjuk hogy... ott Kalmár, az egy-kettő még nem rendültek formába, de... Ja, az új játékosoknál elfelejtettük beállítani, ugye, hogy... Ó. Oh. Aha. Meg majd át kell előtteni a többieknél beellenzni. Tényleg. Na majd megcsináljuk videón kívül. Meg a messzámokat az újaknak. Ú, nagy a hangulat. Ja, hogy van szeretik hangulat. A Legót? Imádják. A Legót? Na, ez már valami. Csekó mester. Kis gyerekek is ott vannak. Hát ez az. Mester úr. Bírói stáb. És Olaszországban vagyunk, Juventus stadionjában. És ezt a jó kooperatív kamerát fogjuk használni. Szóval Kalmár a kezdőben van. Aha. Így van, ott futok vele. Nézzük akkor, mire megyünk. Így közösen. El se hiszem, hogy végre itt én vagyunk. Én sem, amúgy végre meccset tolunk. Meccset tolunk. Nem csak úgy tolunk, hogy valamit leszimulálunk. Úgy, de gyorsak. Nagyon lassú a játék. Azt mondja, itt egyenlőre baj van. Igen. Egyenlőre nem vagyunk túl masszívat. Szokni kell még. Hát meg az embereket nem ismerjük. Még úgy se ismerjük, hogy mint hogy egy öreg játékos, hogy régen irányítottad, mert ezek ugye kreált emberek, tehát ki kell tapasztalni, hogy ki mire jó. Még az ellenfél játékosait tökéletesen ismerem. Hiszen én a Premier League-ben azért nyomultam. Látom, hogy ott futsz, próbálok picit belassítani, hogy te menjél. Bemegy középre. Atalla! El kellett volna még tolni, és hátok. Szemembe süt a nap. Az a baj ott fönt. Uha. Jaj! Ó, jaj, jól elküldött téged. Nem baj, itt vagyok.
gyerünk. Nagyon szétesett a védelmünk. Ezt kaptuk, amikor korábban játszottunk közösen, hogy a védelmet ne húzzuk teljesen szét, mert konkrétan mind a ketten kimegyünk egy emberre. Elkezdünk pánikolni, hogy kimegyünk rá. Szétesik az egész. Azt hiszem, hogy kicsit lassúak a belső védők. Hát, most egyenlőre ez így nagyon kevés volt, amit produkáltunk. Lehet, hogy a felállás pont a mi játékstílusunkra. Hogy nincsen középpályás. Vagy kettő középpályással kell megoldani. Meglátjuk majd, még azért egy pár perc alapján, 10 perc alapján nem akarom leírni a csapatot, meg a felállás, de ez... Álljál le, akit vittek volna. Igen, ő elvileg elég jó. És nem volt les, Martin, akár ez már lőd, gól de... is lehet. Ha kicsit erősebben lőtte volna. Álljál le. Nem tudtam oda passzolni hozzád. Nem akarok önző lenni, de ez is nem lett jó. Ja, jó. Azaz, futok itt elől, az jó. Kalmárunk. Martin, lőd de! Daj, valaki belepöckölt, és emiatt nem tudtam teljesen izomból lőni. De legalább mi támadunk, én igen, már most... önmagába örülök, hogy elpattanás. Az is jó. Na, volt angol válogatott Liverpooli. Most már a Brightonba kötött ki. Rafa Mir, de jó embereik vannak Brightonnak. Hú, de kapjuk. De kapjuk. Jó, egyszerűt jó el a Brighton a kapunk, igaz? Ez nagyon veszélyes, hogy nem bírunk levédekezni semmit konkrétan, mert eddig 2 lövés, 2 gól. Igen. A kapusunk se túl a célos, 71-es, jól lettem. Végén itt kell még igazolgatni. Hát csak miből ugye? Meg miből. Mit Toma? A Dahoud, akire figyelni kell, de hát figyelek én. De ez nem igaz. Jó. Okay. Ott futok elől. De te is futsz elől, nagyon jó. Hú, de gyors volt ez a csávó. Ortiz amúgy nagyon gyors volt. Jó, vele lehet ott indulgatni, ha eljutunk addig. Na mi van? Mit szórakozik? Nem megy? A félni nem hiszem, hogy 2:30-as vezetésnél. Szórakozott a gép egy picit. Pascal már tőle azért várok. De! Mégis csak magyar válogatott. Úúúú! Nem jó! Rövid lett. Jó, Weltman. Na hát ez nem igaz. És nincs kint, hihetetlen. Össze-vissza kavargatnak. Nagyon megzavarnak. Hát de úgy játszanak, ahogy ők akarnak. Azt minden itt nem indul jól. Pedig most direkt figyeltem arra, hogy te kimész, én akkor védem ott a területet, hát a beadja, vagy valami. Ez a 3-0 eddig borzasztó, még jó, hogy nyári kupa. Igen. Mert legalább látjuk, hogy melyik posztokon kell. Védelemben mindenképpen, ez nekem védelem, nagyon nem tetszik a védelem. Meg egy picit jobb kapus szeretnék. Mert az, hogy 71-es a kapus, miközben támadunk 79, meg ilyenek. Kapus nagyon nem jön be. Egyelőre de a védők se igazából. Húha. Jó. De lehet, hogy a felállás is gond. Aj. Szerintem a felállás se a... Vagy a counterre át kéne menni, nem tudom most. Kezdek kételkedni a taktikában, hogy jót választunk. Nekem otthon bevált. Csak nem ebben a felállásban. Na nézzük, más. Még mit tudom, itt már mindenki szerzett volt. Váltomból lassan. Hetman is. Na végre védett egyet. Megint hagytuk lőni egyébként. 30. percben. Simán vezetett. Volt egy 5 perc, amíg ott szorongattunk, meg nem tudom, valami történt. El is múlt. Igen. Gyorsan nem múlt az biztos. Gilmore. Nem igaz. Úgy lefordulnak. Védőinkra. Érik a negyedik Brighton gól. Gyenge a reakciónk, most valami nem megy. Pedig elvezem, de nem megy. Még el is fekszek. Hihetetlen. Újabb szöglet. Már csere. 33. percben annyira rosszul játszunk, hogy cserét kéne fel a játék. Mondjuk lehet a kalmárékkal meg ennek az a gond, hogy nincsenek, nincs sharpness. Hát ez semmi.
évelei forma van. Ez hogy? Kapus, ez akkora kapus, baki, hogy nem igaz. Miért vetődött jobbra, amikor balra ment a labda a rövidre? Egy kell hozni kapust. Ha nincs kell a free agentnél jó, akkor, akkor a pénzt erre kell szánni. Bakker. Hát ez döbbenet. Teljesen másfelé vetődött. 4-0. Jó, ez amúgy érett. Nagyon érett. Lesz. Hát ez valami igazi. Nem mondom, mi volt. Nem gondoltam, hogy ennyire bénát veszünk. De most amúgy játszottunk nem tetszik a lelkemnek. Azaz. Harry Martin. Nem tizi? Nem tudtam lövésig jutni egyszerűen. Na, magam megfejelem. Jó. Ah! Elfutok elő. Gyenge volt. Benne. És akkor most megint baj van. Hát ez nem igaz. Pontosan adni egyszerűen. Nem vagyunk méltók a Lego Messhez. Nehogy a szurkolók levetessék az első. Jézusom! Ez eléggé ciki lenne. Az elvileg nagy sztár Ortiz. Az a szél az egész jó. Ezt megpróbálom beadni. Nincs ott senki, pont ott nem volt senki. Kalmáról! Kalmár, az nem volt rossz. Nem játsszák vissza? Ez mondjuk pont érdekelt volna. Te fogod beadni, akkor bejeszkedek ide középre, ahova irányítod. Magamnak ja, adom! Nem baj! Akár, de azért most már nekünk is érik egy gól, ne csinálja már a játék. Az jó. Lőd el, lőd el, lőd el, ha tudod! De nem tudtam, nyomtam össze-vissza a lövést. Jó. Első fél idő? Nézzünk meg egy másik felállást? Megpróbáltunk. Kevés a középpályás vagy nem tudom, hogy átmennek a középpályán. A középpályán úgy átmennek, hogy ott hát kettő van ott, igen. Meg ugye össze is húztuk őket, nem pont az eredeti helyen vannak. Igen, akkor nézzünk egy másik formációt. Ami illik. De lehet, hogy ebből egy csatáros lesz. Csatárosnál. Ez mondjuk. Ez nem rossz, már szélsőket le lehet húzni. Igen. És akkor nem veszítjük el a két szélsőnket, a Ortiz meg az Ayalát. És akkor Kalmár is maradhat, mert ő egész jó volt. Én a Martinnak ez a minuszatja az ott módosulni fog. Navarro még egész jó itt egyébként. Igen. És őt feltalom CF-be így. Ez megint egy hülye felállást eredményez, de nem tudom, hogy lehet jó ez a baj. Mert a padunkról nem tudunk erősíteni. Tudod, mi a rossz? Ha megnézed. Igen. Ja, te is tudsz lépdelni. Kalmának nincs futása, neki csak 77-es, neki 60, 71. Ez a baj. Hogy ugye megint a FIFA, vagy az IFC, a szokás szerint... És a cseréknek futás. Is nézd igen. Meg. Azt, itt 69, 68, 69, 63, mert ez katasztrófa. És ugye amikor a legjobb meccsénket játszottuk ketten, úgyhogy ketten, akkor mindig gyors játékosaink voltak. És tudod kiket, kinek van futása, akiket utána igazoltunk. Így viszont a szélső játék nem működhet, mert annak pont az a lényeg, hogy gyorsak legyenek. Aha, akkor ezt majd át kell gondolni. Na jó. Hát ott a menedzser úr az... Na Csakó papa ott pakolgatja. Mutatja az új formációt. Na de hát, ha ez. Itt meg most már van középpálya, igen. Már annak is vagy örülnék. Kettőt. Ne kapjunk többet. Ha már azt a második félidőt megnyerjük, én hát, nem hogy a pressing kéne nekünk. Vagy a sima, a standard, és akkor abban van minden. Ez a baj, a counter-attack-ban is gyorsak kell. Igen. Hát ez megint nem jó nekünk. Most így lehessen. Vajon bajok történtek. Most lesz a baj. Molinának első védése. Jó, nem volt már neki. Csak gondolkodok, hogy a jó paszt kellene kihasználni, vagy nem tudom, valami ilyesmi. Hamar Sanders. Nincsen cserepadunk. Nincs. Nagyon sokat kell behozni. Na nézzük. Lehet ez a 10 millió az vékony volt. Megy. Hát de ez a kihívás. Igen. Ezt meg kell oldani most akkor. Nem lehet egyből top arabnak csapat. Lenni top csapattal. A jövőre leszünk arabok? Hát ez... Azt csinál, amit akar. Lallana. Az jó. Na végre valami. Ne! Azt hittem már meg vagyunk. Amikor azt hittem, hogy jövünk ki, akkor újra Sanders, én ezt nem akarom. Kalmár volt az egyetlen. Egyszer be kell veszélyes. Hozni majd. Ha be kell, de még na, az 50-edikbe.
Hát ez hihetetlen. Igor. WordPress nehézség, majd fentebb állítjuk. Bőven elég a WordPress. Bőven elég ez a csapathoz. Itt nem lesz nyári kupa megnyerés, az biztos. Mert így a gólarányunkat az a baj, teljesen elrontjuk. Nagyon. Még ha nem is baj, kikapunk, az csak nyerő. Mert mondtad, hogy a nyári kupák elég nehezek. Megnyerni őket, állját. Hát a szokásos. Oké, hát ezt elmelkedődül, mert nem tudom, úgy jó. Oké. Aha. Várti! Ez na jó, ez a Sanders, ez nagyon... Nagyon akaródzik. Csakó papa nagyon hozni akarja az öreg Sanders. Keményen belevöm középre, ezt meglátjuk, mi lesz. Az egész jó. Csak pont nem volt úgy ott senki. Sanders? Na, nem. De ez még most miért hozzak egy középső védőt, egy középpályás? Megpattam. Nem csapódott lefele. Nem, valaki? Mondjuk ezt nem is néztem, hogy a Martin, akit hoztunk, ez ennyire lassú csatár. Igen, az... Bár jó. A nevében benne van, nem? Ádám Martin. Na! Toma nem tudja átvenni a labdát, ez annyira gyönyörű. Hogy ott meg lehetett volna indulni középen. Igen. Néztem én is. Megint van egy lyuk középen. De Lallana is túl jó, szóval. Hát valami kis szabálytalanság is. Hát egymás gáncsoljuk ki. Hát ez zseni. Gyönyörű. Fogd! 11-es, de mi? Hát miért? Hát ezt nem hiszem el. És még meg van sértődve. Örüljön inkább a hülye 11-esének. De mire? Ez érdekel most, mi történt amúgy. De... Azt, hogy a kapus fellökte. Calderón, Martin... Jöhet, nem nézhetjük. Most leokéztam, vagy nem okéztam, mert szerintem nem. Nem, de a kapus fellökte, és ezért gáncsoltak ki erről. Most mit te? És ez a tizi. Én védek. Te védesz, jó. Amúgy pont a lövés miatt be kell most már elugrani. Mert ha kicsivel később, akkor... Már nem jó. Odaugrik, csak miután benne van a kapuba. Behoztam Sanders-t. Hozzuk be a... Martin helyett majd a másikat. Nem, kimehetünk majd nézni őket. Menübe hát, ha okosabbak leszünk. De ez nem igaz. Jöjjön. Rafamir. Az Toma. Szihetetlen. Nem tudom lekövetni a játékot. Sarokkal passzolnak, az AI amúgy csomót fejlődött. Hát ez döbbenet. 6-0. Sokat nagyon fejlődött az AI, nagyon sokat. Nézzünk meg egy cserét. Hozzunk be egy, most amikor mindenkit be lehet, ja, nem hoztunk cserekapust. De van cserekapus. Ja, hát nézzük meg Hassant. Igazából mindegy. Nézzük meg az embereket, mert legalább legyen fogalmunk amúgy, hogy mi van. Jó 60-as a csapatunk így. Ez így elég ja, erős lesz. Ja, 73-as lett, kösz. Ja, 74-es volt, mi? Az is. De az csodás. A performance-nél azért ránéznünk, mert szerintem klasszisokkal ellenfelet jobb. Nézzük meg. Klasszisokkal jobb az ellenfél. Rafamir 77. Lallana kerek 10. 70. Van a Mitoma, ezt érezhetően jó, mert két gólt más is lőtt. Más is. Dawood. 81-esük is van. 71-es a kapus. 71-es a kapus. Hát ezért jobbak. Tehát nekünk nincsen 80-asunk, nekik van 3. De ez nem kifogás, mert azért 6 gólt nem kellene kapni azért, mert döbbenet. Jobbak nálunk egy picivel. Hát csak egy picivel jobbak. Kis padunk rettentően gyenge, futni nem tudnak. Lehet, hogy egy tikitakát kéne megnézni, vagy egy standardot. Mert itt passzjátékra kell nagyon rámenni. Hát nem tempóból fogunk elfutni. Nem. És nem tudunk 8 embert igazolni, aki gyors. Tehát ezt ebből kell megoldunk. Lassú játékosokat kell operálnunk. Az új kapus. Jó védszemmel. Nem rajta múlott, de... Megint ezzel a precíziós kipasszal ott voltál. Jó. Jó. Jó volt a precíziós kipassz. Hát tudod, ez a nem jó. Labda vezetésed miatt rossz a meccs. Hát jó, hát meg kellett indulni a középső védő Mendoza. Aki ilyen hatalmas nagy batár nagy darab, ha jól láttam, hogy az igen. Nem jó. Ja, nem az a hetes, de a Mendoza. A Mendoza. Hát fellök mindenkit. Ádám Martin 2. Uha. Nincs vége. Én most már nem akarok több gólt kapni, elég. Érem véget a szenvedés. Új taktikát fogunk nézni, ez katasztrófa. De ez konkrétan vállalhatatlan. Mit csinálunk.
kivágod és majd átírod, nem az eredményed. Az persze. Hát ez... Azonnal elveszítsük a labdát, illetetlen. És Lallana már kiköpi a tüdejét, annyit futott, mert folyton támadnia kell. Mi nekünk a friss ez védőinkkel... Ez döbbenet, nem mertem odalépni. Hasszant. 7-0. És tudod, hogy ez bekerül a karrier statba? Hogy ne kerülne be, miért ne? Persze. Legnagyobb vereség. A legnagyobb vereség az most egy Brighton elleni. Már egyből indítunk. Vajon lesz ennél nagyobb? Nem akarom. Mondjuk egy Barszával most játszanánk. Reállal. Lenne baj. Itt futok. Hát ha vissza tudod tenni majd. Blokkba. Pedig jó volt a középre tétel. Csak az is a blokkban. Jó, a lomha mozgása volt a srácnak. Ezt nem hiszem. Nem bírunk normálisan kapura lőni, hogy az ne blokkba menjen bele. Nem tudom, busz parkolnak, hogy mindenki nagy darab a Brightonnal, miért nem tudja kikerülni a labda az embereket. Hát ez nem igaz. Valaki vegye már el! Nem igaz! Azt csinálok, amit akarnak. Jó, legalább rárúgtam rá. Ez döbbenet! Érjen véget már ez a meccs, könyörgöm. Új taktikát szeretnénk. Meg se né... Tehát, hogy ez is jobb, elütöttük a szélső támadást, úgyhogy nem néztük meg, hogy milyen gyorsak. Igen. Ez picit béna volt. Nem jók az indítások. Még rossz indításokkal nem lesz itt semmilyen szélső támadás. Olyan jónak tűnt. Ahogy lerajzolta a menübe, hogy... Igen, olyan, milyen kipasszolgatod utána be középre. Volt. Nagyon szép. Csak futni nem tudnak hozzá. Konkrétan olyan, mint szóval kimentünk volna az utcára, és összevenúváltunk egy csapatot, hogy gyertek srácokat. Spanyol-mexikai brigádot összeszedtünk az építkezésre. Adtunk rájuk legómezt, amit milliárdokért csináltunk. Vettünk egy stadion. Konkrétan vendégmunkásokat összeszedtünk. Na tessék, még a sérülés is. Azt kell nekünk még a szabálytalankodásokban megpróbálta a cselt meghúzni. Na, egész jól összejött. Majd a passzok nem értem. Tehát ez mindig rossz. Ez döbbenet. Lallana fellöket. 8-0. Hol a vége? De ez miért nem fogja? Meg hogy nem bírom kifejelni. Miért nem bírtam kifejelni? Mírnek a 7. lövése. Ajánlának, aki elvileg egy király ember, vagy valami, egyetlen lövése volt. Igor. Király ember 21 milliókért vinné mindenki. És közben meg ennyit ér. Hát ez döbben... Úgy játszanak ki, hogy akarnak. 11-es. Ott a 9. Hogy lögdösi a bíró? Miért nem lehet? Hogy piros! Miért? Sárgát mutatott! Ez most mi van ilyenkor? Sárgát mutatott fel. Én is úgy láttam. És ráadásul lögdöste is. Hát a bíró lögdöste Brightonnal van a bíró. Te fogsz védeni. De a bíró lögdöste játékos, én ilyet sem láttam még. Ja. Ez komoly, hogy sikerült még egy piros lapot is összehozni a végére. Hát ez nagyon durva. Jó kezdődik. Ez az első rész azért zseni lesz. Lehozott most ez az életről. Na, ez figyelj, mindjárt visszahoz az életre. Ott a gól. De ez nem... Nézd, pattogtatja a feje, mint egy idióta. Katasztrófa. A srácok szavak nincsenek. Rafa Mir Mester 3-as. Nézzük magam. Fekteket. Ez nagyon baszolt meccs fekt. 27 lövése volt az ellenfélnek, nekünk közünk 8. Nem volt a meccs. Ahhoz képest ez a passz mennyiség az egész jó, de minden más... Csak 73% a passz pontosság. Sikerült 6-ot szerelni, jól látom. Igen. Most már ez mondjuk tetszik, hogy most már itt nem úgy jelzi, hogy mindig nyomogatod a tekült és benne van. Nem, még 6 szerelésünk volt, ez nagyon gyenge. Neki költ, mondjuk az meglepő. Mindig elpasszoltuk. Meg ők mindig támadtak, nem kellett védekeznünk, ha gólt lősz 9-et, akkor
Jó, ez katasztrófa. Új taktikával nekivágunk, minden, amit lehet, azt Lidon újra gondolunk, és beállítjuk, mert ez így nagyon nem volt jó, hogy így hirtelen döntéseket hoztunk. Viszont az ilyen átigazolás, meg meccsek, azok továbbra is az időben maradnak, tehát nem lőünk le minden, de ezt át kell gondolni, mert ez Lunin így katasztrófa. Lunin kölcsönben? Hát, nem tudom, kölcsönkapust kéne nézni, mert ez így borzalmasan rossz. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk a következő részben. Addig is, sziasztok! Sziasztok!